Üdvözlöm a még itt maradtottakat, és igyekszem gyakorlati tanácsokat és könnyen felhasználható dolgokat mondani a weboldalakhoz, illetve a közösségi média használathoz. Lehet, hogy az elejét is át is ugrom, mert ez egy kis történelem mind az internetről, mind pedig a közösségi oldalakról, de mivel azt hiszem kevés az időnk, és ezt az anyagot talán majd megosztják a közösségi felületeken, így tovább lépnék inkább, mert az igazság, hogy én is körülbelül minden szlájdról akár órákat is tudnék beszélni, úgyhogy térjünk a lényegre. A közösségi hálózatok történetével kapcsolatban csak annyit mondanék el, nagyon röviden, hogy ugye 2002-ben jelent meg az IVIV, talán még a saját koroszt, vagy a hozzám hasonló korúak emlékeznek rá, ugye ez volt az első magyar közösségi oldal, de annak a közösségi oldalnak vége, tehát az megszűnt, és utána jöttek a YouTube, ami már persze nem magyar, MyVip, Facebook és Twitter, és csak azért említettem meg az IVIV-et, mert amikor honlapkészítésről beszélünk, akkor sokan megkérdezik, hogy minek nekem honlap, hát nem elég a Facebook, mert úgyis mindenki fent van a Facebookon. Hát igen, lehet, hogy most fent van, de azt, hogy a Facebooknak mi lesz a jövője, azt nem tudhatjuk. Egyrészt ezért sem ajánlom azt, hogy csak Facebook jelenlét legyen. Másrészt pedig hiába van nekünk egy céges Facebook fiókunk, az nem a miénk, az a Facebooké. Bármikor letilthatják, tehát bármi olyan dolog történhet vele, ami miatt a mi közösségi oldal kommunikációnk elveszik. Illetve még azt is meg kell említeni, hogy a közösségi oldalakat általában úgy használják az emberek, hogy nem túl figyelmesen. Tehát pörgetik az idővonalat, meglátnak dolgokat, akár fel is kelti az érdeklődésüket, de lehet, hogy már utána nem fognak emlékezni rá, hogy mit olvastak, mit talált, hol volt ez pontosan, és azt szoktam mondani, hogy a Facebook az egy nagyon jó figyelemfelkeltő eszköz, illetve egy nagyon jó reklám közeg, de hogy az információknak a cégünkről valahol összeteszedett formában is ott kell lenni, és erre a weboldal az a tökéletes megoldás szerintem, ami elkerülhetetlen minden cégnek az életébe, hiszen ugyanúgy, mint régen a kirakatok, most a weboldalak töltik be tulajdonképpen a régi kirakatoknak a szerepét. Nagyon sokféle szerepük van, tehát a bizalomépítéstől kezdve egészen a termékünk vagy a szolgáltatásunk bemutatásáig. Ugye most jelenleg a Facebook a legnagyobb közösségi oldal, és igazából a Facebook arra is törekszik, hogy a felhasználók a lehető legtöbb időt töltsék ott, szinte már így a második életünké válik, és pont ugye Mark Zuckerbergnek ez is a víziója, hogy a Facebook jövője az a VR alapú felhasználói felület. Igazából ők a reklámbevételekből élnek, nekik az érdekük, ugye, hogy mi minél több időt töltsünk ott el. A top közösségi oldalaknak hoztam a havi aktív felhasználóinak a számát, tehát itt a számok azok milliók. Tehát a havi aktív felhasználók a Facebooknál, ugye ez a szinte majdnem 3 milliárd, illetve ezt követi a YouTube, a WhatsApp, az Instagram, Messenger és a többiek, és ezeket a számokat azért hoztam, mert itt azért az jól látszik, hogy bár mondhatjuk azt, hogy én nem szeretem a Facebookot, vagy nem akarom használni, de azt be kell látni, hogy a célcsoportunk, illetve a vevőink, azok bizony használják, és ha használják, akkor nekünk is ott kell lenni, mert valószínű, hogy így fogjuk a legegyszerűbben elérni őket. És akkor térjünk át a weboldalakra. Hát, szuper hír, elkészült a weboldalt, de egy elkészült, éppen kész weboldal, az pont olyan, mint a tű a szén a kazalban. Tehát keresőoptimalizálás nélkül a mi weboldalunk szinte láthatatlan. Akkor látható,
és ezt mindig mondani is szoktam, hogy mindenféle felületen használjuk. Tehát írjuk oda a névjegykártyánkra, a szórólapunkra, minden lehetséges felületre, hogy már a kezdeti időszakokban is a weboldal elkészülte után ez látható legyen. De mit tehetünk azért, hogy a weboldalakat az ügyfeleink is megtalálják, azok is, akik nem találkoznak esetleg ezekkel az offline anyagainkkal. Hát az alap, ugye, hogy úgy építsük meg ezt a weboldalt, illetve hát a weboldal készítője úgy készítse el, hogy a weboldalunk azok releváns információkat tartalmazzanak, mobilra optimalizáltak legyenek, és gyorsan töltődjenek be. Az, hogy a weboldal releváns információt tartalmaz, az nagyban tőlünk is függ. Tehát attól, hogy van egy szakember, aki elkészíti a weboldalunkat, attól még nekünk ebbe munkát kell beletenni. Tehát te tudod legjobban, hogy mi a szolgáltatásod, az miben különbözik a többiekétől, illetve hogy a terméked az mitől jobb, mint a másiké. Tehát ezeket az információkat a weboldal készítőjének át kell adni, mert enélkül nem fog tudni dolgozni. Ugye a weboldal láthatóságát a kereső optimalizálás fogja minél jobb szintre hozni, és kereső optimalizálás területén is kétféle kereső optimalizálásról beszélhetünk. Az egyik, ez az off-page kereső optimalizálás, amikor tulajdonképpen nem a honlapon dolgozunk, hanem olyan releváns értékes tartalmakat gyártunk, és ezekben olyan linkeket helyezünk el, amik a mi honlapunkra mutatnak. A kis Google robotai, akik ugye állandóan vizsgálják az internetet, ezeknek a külső hivatkozásoknak a segítségével fogják egyre könnyebben megtalálni a mi weboldalunkat, és így fog egyre jobb helyre kerülni a keresőbe. A másik kereső optimalizálás pedig az a honlapon belül zajló kereső optimalizálás, amit a szakemberek végeznek, erről most nem beszélek bővebben, mert igazából az első, tehát a honlapon kívüli kereső optimalizálásban tudunk mi is nagy részt vállalni, főleg a tartalom marketinggel. Ez a SEO-nak a mozgató rugója, és megfelelő stratégiával, kulcsszóhasználattal, és tehát a tartalomnak a közösségi oldal, például a közösségi oldalakon történő megosztásával tudunk mi hatékonyak lenni. Szokott jönni a kérdés, de hát, hogy én mit posztoljak a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy bármelyik közösségi oldalban. Hát igazából bármit, ami a cégünkkel kapcsolatos. Ja igen, itt most kihagytam két kérdést. Az egyik az, hogy melyik közösségi oldalon érdemes jelen lenni. Hát ott, ahol van a célcsoportunk. Tehát azt nem mondja senki, hogy én mindenkinek szolgáltatok, vagy mindenkinek gyártok terméket, mert akkor elég nehéz meghatározni a célcsoportot, és eléggé szét fog szóródni a célzásunk is. Tehát az nagyon jó, hogyha be tudjuk szűkíteni a célcsoportunkat. És akkor most menjünk át a posztokra. Tehát a lényeg az szerintem az a rendszeresség és a releváns tartalom, valamint az edukáció is. És az, hogy mindez igényes formában jelenjen meg. Tehát költsünk arra, ha magunk nem tudunk fotózni, mondjuk, hogy fotóst fogadjunk, és szép tartalmat gyártson nekünk, vagy használjunk stockfotókat, mert ugye azt mindenki tudja, hogy az internetről nem használunk fel csak úgy talált képeket, mert hogy ezeket tiltja az adatvédelem, illetve a szellemi jogok. Igen. Na, és a posztokkal kapcsolatban, hát szerintem az is nagyon lényeges, hogy edukáljunk. Tehát tanítsuk az embereket arra, hogy a mi termékünkkel, szolgáltatásainkkal milyen előnyökre tehetnek szert. Tehát ne csak eladni akarjunk. És az is még nagyon lényeges, és akkor kerülnek be a honlapunkra mutató linkek,
hogyha a posztjainkba minden esetben elhelyezzük a honlapunkra mutató linkeket, de ne csak mindig a fő oldalunkra mutatót, hanem ha például egy bizonyos termékünkkel kapcsolatban írunk, akkor pontosan arra mutató linket helyezzünk el a posztunkban. Tehát hogyha az az adott dolog érdekli a felhasználót, akkor egy kattintással oda kerülhessen, és ne kelljen neki keresgélnie a tartalmaink között. Ugye a ChatGPT az egy nem túl régi innováció a tartalomgyártásban. Nagyon megkönnyíti a dolgunkat, hiszen ötleteket adhat nekünk. Androidos telefonokra még nem elérhető, de iPhone-okra már le lehet tölteni. A 3.5-ös verziója az ingyenes, és hát annyi kötöttsége van, hogy ő 2021-ig tartalmaz információkat, de általános témákban nagyon jó dolgokra lehet használni. Itt mutatok is egy példát, tehát itt arra kértem meg a ChatGPT-t, hogy írjon nekem egy heti poszttervet, egy fa nyílászáró gyártásával foglalkozó üzemnek írjon meg egy heti tervet. Ez, ahogy beírtam a kérést, körülbelül pár másodperc alatt kijött egy heti terv. Hétfőn miről írjak, kedden miről írjak, szerdán, csütörtökön, pénteken, stb. És igazából nagyon jó ötleteket ad. Nem azt mondom, hogy nem kell gondolkodni, mert természetesen kell, illetve a ChatGPT az eredetileg angol nyelven íródott, és angol nyelven jól kommunikál, de magyarul is nagyon jól lehet használni. És nem csak tervek írására jó, hanem akár konkrét posztok megírására is. Minél pontosabban írom be a kérdésemet, annál pontosabb megoldást kapok. Természetesen ezt a cégre lehet szabni, egy kicsit, ha pontatlan a fogalmazás, akkor át lehet fogalmazni, tehát én nem azt mondom, hogy ezt egy az egyben másoljuk, de hogy jelentősen megkönnyíti a munkánkat, és lerövidíti például a posztíráshoz használt időt. Még visszaugrok egy kicsit. Igen, és a minőségi, például kreatív tartalmakkal kapcsolatban, bár ezt nem tettem fel a szlájdokba, de nagyon jól használható program, a Canva, amivel akár grafikai tudás nélkül is nagyon látványos tartalmakat tudunk gyártani. Igen, és akkor most térek át, ugye, hogy azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy ma van a Google-nek a 25. szülinapja. Tehát ami még a weboldalunkkal kapcsolatban a Google, vagy hát a Google-lel kapcsolatban a weboldalunkra vonatkozik, hogy mindenkinek érdemes a Google cégem rendszerébe regisztrálni. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki helyi keresést csinál például akármilyen termékre vagy szolgáltatásra, akkor megtaláljon minket. Jó, és igazából köszönöm a figyelmet, hát lerövidítettem, jó, mert köszönöm.